Szerintem a gyerekét edzik is be, mert látom, hogy nagyon fiatal legény a másodpilóta. És megoldotta. Nagyon ügyesen megoldotta. Igaz, hogy az időrólására megy, de mégsem 5 szekundum hibapontot van maga után az esetleges sejvának a fölborítása. Igen, hát sajnos 5 pont, 5 szekundi büntetés volt maga után, meg a büntetés egyáltalán a büntetésre nevezni. Kéne két is volna a Hello.
a Gyuri látni. Szerintem már nincsen ennyi hegyi út, hát könnyen volt gyakorolni, Istenem. Ettől meg ez talán látványosabb. Ja, le van tazsuk az utóban. Hát minden esetre szerintem, ha egy önök között autókereskedő és bőre hullabroncs forgalmazó van, hanem csak úgy borulhat a tudat, mert jól kockat a gumit. És hát egy egyensúlyozott hangulatban lévő, Közben kérnénk a zsűri tagjait, hogy jelezzék azt is, hogyha valaki penalizálást kapott, azért, hogy a nagy érdemű tudomására tudjuk hozni. Láttunk itt mi is valamit, csak hát ugye nem engedi megmondjam úgy a mi szerepkörünk, hogy ezt eldöntsük, hogy hibának minősüles vagy sem. Igen, itt közben egy sejba felborult, azt már a szervezők jóvoltából vissza is állították, hát ez az, amire tudom biztosan, hogy 5 szekundú büntetést fog majd adni a zsűri. Igen, és az első kupa második körén a Sajgó Csaba. Na de nézzük, hogy a hazai versenyzők tulajdonképpen mit is hoz ki ebből a közben ugye egy hazai versenyző, aki már nagy versenyzői múltal is rendelkezik, Kis István egy Volkswagen Polóval az 1400-as kategória alatti, tehát az 1400-as alatti kategóriában versenyzik, nem mindennapi technikát mutatva be itt a gyógyszakozásnál. Lassan már közeledik a futam első körének az utolsó szunuszához. Ő is az egyik hatékonyan részt vett ennek a mai rendezvénynek a megszervezésében, a szállításában, szervezőként is, és versenyzőként is. Hát egy kis ijesztés ott a járda szegénynek, tehát nem történt semmi. Nem
viszonylag jó út, nem is jutott. Na hát ezt ezért nevezik kerékcsitorgatásnak. Mondja meg már valaki, miért dugálnak? Ezt mellett még látják az ismerősöket? Ezért kérném vigyázni a járda szegény nevet állókat. Hogy picikét úgy óvatosabbra fogta, biztos, hogy annak már rádió bemeltált, hogy rendben rendőrség radarozott. A első futam első futamnak a vége fele, Billy Csongor egy láthatóra kiegyensúlyozott hangulatban, hogy kíváncsiak vagyunk a versenyző által megtett időre, és hát egy pici lassítás volt, itt láttam a szélén nagyon kicsitját a szurkolótában. Ő személy ül az autóban, ahogy értesültem, a szabályzat nem ír elő segédpilótát vagy másodpilótát, de azt sem zárja ki, hogy valaki ne üljön az autóvezető mellett. Hát nekem személy szerint úgy tűnik, hogy nem először teljesítenek ehhez hasonló pályát a fiú. Ez úgy érdekesetnek találnak, István. Kérném, hogy a járda szedély szélén figyelem, nehogy véletlenül malőr történjen. Ha már egy fiatal embert láthatunk a kormánynál. Igen, meg is van már az első. Igen, és hát nézzék, hölgyeim és uraim, Lőrinc András, hogy mosolyog, és hogy át tudom látni, hogy nem teljesítenek ezt a fordulás előtt. Thank you.
Thank you.